Hello zusammen, folytatjuk az autótakarítós tartalmakat, a mai videóban egy Mitsubishi Karizmát fog kívülbelül teljesen rendbe rakni. De mielőtt nekiállnánk, gyertek nézzük meg kívülbelül, hogy most milyen állapotban is van az autónk. Az autó egyébként eladásra van kínálva, ami azt jelenti, hogy a tulajdonos kért egy nagy belső takarítást, egy fényesítő polírozást, meg egy lámpapolírt, úgyhogy a mai videóban egy igazi nagy átalakulást fogtok látni, mert láthattátok az előbb, hogy igen, csak ramaty állapotban van szegényként, jó, nincsen rajta rohadt rész, vagy összetört, vagy átrosdásod, vagy akármi, viszont így egész szép az autó, nem tűnik olyan fitnek, na majd az én kezelésem után úgy fog kinézni, mintha most jött volna a szalagról, úgyhogy első lépésben megyünk és lemossuk az autót. Thank you.
aztán, mint ahogy megszokhattátok, a gumikat fogjuk leápolni, plusz a felniket áttörőjük finisszel, és ezután jön az a lépés, hogy az autónak a lakját felkészíteném a polírozásra. Igaz, a mosás, a rozsdaoldás, ez a precíz előmosás is már a felkészítés egy része, viszont ugye itt még nincsen vége ennek a folyamatnak, ahhoz, hogy te fel tud polírozni, még át kell gyurmázni az egész lakkot, hát van még mit csinálni, az a lényeg. Viszont ugye az IFFÉ rendelt egy fényszóró polírozást is, úgyhogy a gumik és a felnik ápolása után azzal fogjuk folytatni, hogy felújítjuk a fényszórókat. Nem kell aggódni, ott is mindent meg fog mutatni, hogy mit, hogyan csinálok. Viszont, hogyha valakit érdekel, csak egy külön lámpapolír, erről már régebben csináltam egy videót, az én saját E39-emnek csináltam meg a fényszóróit, azt ide info buborékba, valamelyik sarokba felrakom, ő rá tud kattintani, aki szeretne, és akkor meg tudja nézni. Viszont most kezdjük és ápoljuk le az autónak a gumiabroncsát és a felnijeit. Mielőtt a lámpapolírozásnak nekiállnánk, az első és legfontosabb lépés az, hogy maszkoló szalaggal ragasszuk ki körbe az autónak azon részeit, amit nem akarunk felcsiszolni és polírozni. Itt is fontos, és meg kell, hogy említsem, különféle ragasztó szalagok vannak. Ez például, amit én használok, ez a zöld, ezt autófényező boltba tudjátok venni, ez kimondottan arra van kitalálva, hogyha te mondjuk rárakod az autóra, és végigragasztod, miután eltávolítod magát a ragasztó szalagot, nem fogja megsérteni a lakkot, nem fogja feloldani az alatta lévő lakkot, mert sokszor van olyan minőségű, vagy túl erős a ragasztó, vagy olyan, nem tudom milyen kémiai anyagok lehetnek a ragasztóba, hogy miután leragasztod és lehúzod, lejön vele a lak, vagy foltot hagy meg ezek a dolgok. Erre figyeljünk oda, semmiből nem tart elmenni egy festékboltba, az ár teljesen kibírható pár eurós tételről beszélünk, erre figyeljünk oda, ezzel kimaszkoljuk körbe az autónak a lámpáját, hogy véletlenül se csiszoljuk meg ott, ahol nem szeretnénk, és ezzel kárt okozva az IFFÉnek, meg magunknak plusz költséget. Úgyhogy az első lépés az, hogy ragasszuk ki. Kettő lehetőség van itt is, ezt csinálhatod csukott motorháztetőnél, vagy akár nyitott motorháztetőnél. Én jobban szeretem azt, hogyha a motorháztető ki van nyitva, és még pontosabban, precízebben ki tudom ragasztani a lámpát, és így még biztosabb az, hogy véletlenül se sérüljön meg sehol az autó, úgyhogy első lépésben mindenhol, ezt úgy szoktuk mondani, maszkoljuk körbe a fényszórót. A maszkoláshoz megint egy tipp, vagy egy jó tanács, vagy egy segítség, hogy figyeljünk oda arra, hogy nem elég az, hogy ott kiragasztjuk a fényezést, ahol nem szeretnénk megcsiszolni, hanem arra is oda kell figyelni, hogy a lámpának a szélein mindig megy egy gumitömítés, általában itt a sárvédőnek a szélén szokott ez nagyon szépen látszani, és arra is oda kell figyelni, hogy mikor leragasztod körbe a fényszórót, nem csak a fényezést ragasztod ki, hanem magát itt, ezt a gumitömítést is. Egyik az, hogy ne is csiszold meg, a másik meg az, hogy meg se polírozd, mert ha ez itt elszíneződik, ezzel nem tudsz mit csinálni, úgyhogy figyeljünk oda, hogy erre a kis gumitömítésre is mindig tegyünk ragasztószalagot, hogy véletlenül se színeződjön el, vagy tegyük tönkre. A fényszóró teljes felújításához szükséges szerszámok közül az első, 3 különböző finomságú csiszolópapír, kell egy 1000-es, kell egy 2000-es és egy 3000-es finomságú csiszolópapír.
ennél figyeljünk oda, hogy vizes papírt vegyünk, mert ugye a másik nagyon fontos dolog, hogy állandóan nedvesen kell tartani a fényszórót a csiszolás alatt. Polírozásnál nem, ott viszont arra kell odafigyelni, hogy ne polírozzunk egy időbe, túl sokáig egy felületen a fényszórót, de ezt is meg fogom mutatni. És az első lépés az, hogy ezres csiszoló papírral, miközben nedvesen tartod folyamatosan a fényszórót, átcsiszolod az egészet, mert ezt a durva ilyen hártyát, ami rajta van, ezt még kézzel is lehet érezni, ez szépen leszedi az ezres csiszoló papír. Ha 3000-esre állnál neki, az is leszedné nagyon-nagyon lassan, de jobb, hogyha ezressel kezded. Én, ahogy mondani szoktam, nem vagyok profi, mindenki úgy csinálja, hogy akarja, én csak megmutatom, hogy én hogy csinálom. Ezres papírral átcsiszolod az egész fényszórót, miután a fényszóró egy egyenletes matt felületet alkot, leöblíted, jöhet a kettes fázis, magyarul a 2000-es csiszoló papírral ugyanúgy átcsiszolod az egész fényszórónak a felületét. Ha megint egy egyenletes matt felületet alkot, leöblíted, jöhet a 3000-es csiszoló papír, ha ezzel is készen vagy, leöblíted, és aztán jön a polírozás, arról majd akkor fog beszélni, amikor ahhoz érkeztünk, most viszont akkor csiszoljuk fel 3 lépésben a fényszórónkat. Levágsz az ezres papírból egy csíkot, én ezt úgy szoktam, hogy így háromba hajtom, mert körülbelül úgy kényelmes a kezemnek. Így. És úgy tudod folyamatosan nedvesen tartani a fényszórót, hogy a kezeddel ide készített vödörből benedvesíted, és elkezded csiszolni. Természetesen a csiszoló papírt is nedvesíts be, megmeríted, és elkezded felcsiszolni a fényszórót. Nem kell megijedni, hogy csiszolás közben ilyen fehér anyag, vagy fehér színű víz folyik le a fényszóróról, ez maga a műanyag, amit te éppen lecsiszolsz, ez az elszíneződés. Úgyhogy, ahogy mondtam is, ezres papír, 2000-es, 3000-es, aztán jött a polírozás. A csiszolással készen vagyunk, természetesen nem kézi, hanem gépi segítséggel, gépi erővel fel fogjuk polírozni a fényszórónkat, ami azt jelenti, hogy 3 lépésben kap egy csiszoló polírozást, a fényszórónk kap egy közepes finomságú pasztát, és a legvégén kap egy anti-hologram finish pasztát. Ezzel a hárommal fogjuk 3 lépésben felpolírozni a fényszórónkat, és akkor lesz tökéletesen gyönyörű, szép, mint hogyha vadonat új lenne. Csiszoló koronkhoz polírszivacs, amit használunk, ez a narancssárga színű, közepes erősségű, mind a háromhoz tudjuk ezt használni. Annyi a különbség ugye, hogy polírpasztánként újat kell felhelyezni, semmi extra. Amire még oda kell figyelni, amint az előbb is már említettem, hogy ne polírozzuk a fényszórót egy bizonyos helyen sok ideig, ne tartsuk itt a polírkorongot, mert ugyanaz a probléma léphet fel, mint csiszolásnál, hogy felmelegszik, elszíneződik, eldeformálódik a fényszóró, és akkor újat kell venni. Előzzük meg ezt, és folyamatosan, szépen, folyamatos mozdulatokkal polírozzuk a fényszórót. Első csiszoló polírozás után is nagyon szépen néz ki a fényszórunk, viszont nem állunk itt meg, mert ugye még a közepes finomságú és a finish pasztánk, az utolsó a legfinomabb pasztával is fel fogjuk polírozni, aztán fogjátok ténylegesen meglátni, hogy mennyivel szebb lett a végeredmény, mennyivel másabb ez az oldal, mint a másik, amit még nem csináltunk meg.
gondolom nagyon kíváncsiak vagytok a végeredményre. Ugye ilyen volt a másik oldal is, mielőtt nekiálltunk volna megpolírozni, és ilyen lett, mint a vatta új. Teljesen, mint hogyha vettél volna egy újat, és beépítetted volna az autódba. Remélem azért látszik a különbség, nem tudom, hogy a kamera mennyire adja vissza. Így itt, személyesen, nagyon durva, nagyon-nagyon komoly a különbség. De remélem, hogy átadja ezt a kamera is. Miután az autóink fényszorúi úgy csillognak, mint a vadonatújak lennének, és most jöttek volna a szalagról, folytathatjuk az autónk felkészítését a polírozásra, ami azt jelenti, hogy következő lépésben gyurmával és síkosítóval át fogjuk gyurmázni az egész autót, vagyis a lakkozott felületeket, ahol polírozva lesz az autó. Miután végeztünk a lakunk mély tisztításával, tudom, hogy ez most ilyen nagyon macerásnak tűnik, vagy hosszúnak, vagy bonyolultnak, vagy nem is tudom, hogy hogy fogalmazzak, viszont higgyétek el, minden folyamat nagyon fontos egy autópolírozásánál, viszont ez a legfontosabb, mert lemoshatod akárhogy az autót, a mikrorepedésekbe leül a kosz, és amikor elkezded polírozni az autót, a polírkorong ezt kiszedi, és több karcot csinálsz, ahelyett, hogy eltüntetnéd. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy az egész autót gyurmával átdolgozzuk. Viszont ha ezzel is készen vagyunk, jöhet megint egy időigényesebb folyamat, amikor maszkoló szalaggal kimaszkoljuk azokat a részeket, ahol nem akarjuk, hogy a polírkrém hozzáérjen mondjuk a műanyagokhoz, gumitömítésekhez, hogy ne színeződjön el, mert ugye akkor azt megint nem lehet kijavítani. Úgyhogy minden olyan részt, ami nincsen lakkozva, azt szépen kiragasztjuk, ugyanazt a fajta ragasztót használom, vagy ragasztó szalagot, mint magához a fényszoróhoz. Ebben különféle vastagságú van, ugye ezzel a vékonyabbal könnyebben tudsz kanyarodni. Van a vastagabb, a haladósabb, ezt mindenkinek ki kell tapasztalni, hogy melyik esik a kezére, melyik a jobb. Én mind a kettőt szoktam használni, úgyhogy maszkoljuk le az autót, és kapja meg a fényesítő polírozást. Miután az autókat teljesen felkészítettük arra, hogy újra 2021-ben repítsük, jöhet a finom csiszolópaszta,
amivel az autót mindenhol egy rétegbe át fogom polírozni. Az ügyfél csak azt szeretné, hogy az autó csillogjon, és szép fénye legyen, mivel eladásra megy, nem akarja megtartani. Úgyhogy emiatt kapni fog az autó a polírozás után egy kemény waxot is, hogy még jobb, tovább, tartósabb és szebb legyen az autó. Ugye már nem tudni, hogy mikor veszik meg. Egyébként, ha valakit érdekel, mondta a tulajdonos, lent az elérhetőségét a videó alatt a leírásban megtaláljátok, telefonszámmal együtt, tud törökül meg németül, úgyhogy ha valakit érdekel, nyugodtan írjon neki. Úgyhogy polírozzuk fel az autónkat. Nagyon jó példa arra, hogyha valaki nem takarítja időben le a galambürüléket, hogy megmarja a lakkot, mivel savas hatású a galambnak az ürüléke, emiatt ilyen gyönyörű szép foltokat hagy az autón. De ezt is el fogjuk most tüntetni, szépen felpolírozom, aztán megmutatom nektek, hogy utána hogy néz ki. Nézzétek csak, most már nyoma sincsen a megmart lakfelületünknek, viszont arra figyelni kell, hogy egy lakkot nem lehet a végtelenségig polírozni, emiatt, hogyha látjátok, hogy az autótokon galambürülék van, vagy madárürülék van, azt a lehető leggyorsabban távolítsátok el, és nem lép fel ez a gond. Miután az autónak visszaadtuk az eredeti gyönyörű szép mély fényét, ahhoz, hogy ezt meg is tudjuk őrizni, és minél könnyebb legyen tisztán tartani, most hardwaxot fogunk tenni rá, méghozzá Fúzókocs Soft 99 cigot. Ez az egyik legjobb wax, amit valaha életemben használtam, viszont ebből a fajta waxból kettő van, ami azt jelenti, hogy a fekete dobozost a sötétebb színű autókhoz kell használni, a világos dobozút, meg ugye a világos színűekhez logikusan. Úgyhogy most tegyük fel rá a hardwaxot, letöröljük. Olyan lesz az autó, mint a vadonat, hogy még annál is jobb. Imádom ezt, imádlak titeket sokkolni, úgyhogy alig várom már, hogy megmutassam nektek a kész autót. Na, dobjuk fel a waxot! Miután a hardwaxot felvittük az autónk lakjára, nincs más dolgunk, mint 5 percet várni, ez az idő természetesen eltelt, fogsz egy finom, puha, polírozásra használt rongyot,
és az első elemet, amit legelsőnek levaxoltál, ott elkezded, és ott hagyod abba, amit utoljára vaxoltál. Úgyhogy most letöröljük a vaxot az autóról, és az autón külseje elkészült. Nem teljesen mondtam igazat az előbb, mert még nincsen kész az autón külseje, mert a műanyagokat még le kell ápolni, ami ezt természetesen kokkimi plasztát fogunk használni, méghozzá szilikon öl fryt, ami azt jelenti, hogy szilikon olajmentes. Emiatt nem fogja olyan könnyen összegyűjteni a koszt, a port, és sokkal tovább gyönyörű, szép ápolt lesz a műanyag felületeink. Úgyhogy ápoljuk le a műanyagokat kívülről, és akkor most már tényleg készen van az autón külseje. A belső takarítás természetesen ugyanazzal a lépéssel kezdjük, mint mindig. Egy szatyorba összegyűjtjük a tulajdonosnak a személyes tárgyait, és miután az autóval készen vagyunk, ezt a csomagtartóba berakjuk, és így visszakapja az ügyfél. Minden olyan dolgot, ami zavarra téged a takarításba, azt ajánlom, hogy vedd ki, mielőtt ne kellene belsőzni, mert csak útban lenne, nem úgy tudnád kitakarítani az autót, sokkal szebb és precízebb munkát tudsz úgy csinálni, hogyha csak kimondottan az autó van ott, és nem kell kerülgetned tollal, pénzt, meg ilyeneket. Úgyhogy meg a pénzből egyébként is félreértés lehet, hogy fölporszívozod, észre se veszed, és utána meg csak gond van belőle, hogy hova lett a pénz az autóból. Mindent vegyünk ki szépen egy szatyorba, tegyük félre, ahogy készen vagyunk, tegyük vissza az autó hátuljába. Miután kipakoltunk mindent belőle, jöhet a portalanítás, ami azt jelenti, hogy porszívóval és egy ecset segítségével mindenhonnan a port ki fogjuk porszívozni az autóból, utána kiveszik az üléseket, kap egy nagy habos belső tisztítást, műszerfalak, ajtókárpitok, üvegtisztítás, visszaépítés, és készen is vagyunk kívül belül az autóval, úgyhogy kezdjük el, pakoljunk ki mindent belőle.
Az ülések kiszedése előtt a legelső lépés mindig, hogy távolítsuk el az akkumulátorról a sarukat, így elkerüljük azt, hogy esetlegesen berobbanjon a légzsák, vagy akár hibakódot dobjon ki az autó. Kiszedjük az üléseket, kitakarítjuk, visszaépítés után visszatehetjük az akkumulátorsarukat, és minden rendben lesz. Úgyhogy első lépés, akkumulátorsarukat le, csavarozzuk ki az üléseket, és vegyük ki az autóból. Következhet az ajzatszőnyegnek a tisztítása, vagyis a porszívózása, elsősorban aztán jön a habos tisztítás. Minden esetre, mielőtt nekiállnál így szétszedni az autót, kérdezd meg az ügyfelet, hogy megengedi-e, például még az átvevés előtt, mielőtt átveszed az autót, kérdezd meg, hogy mit szeretne pontosan, nem zavarja, kiveszed az üléseket, a középkonzolt szétszeded-e, mert azért azt tapasztalom, hogy nem minden körül annak, hogyha így szét van szedve az autója, viszont akkor el kell mondani, hogy természetesen nem tud olyan minőségi munkát várni tőled, amilyet akkor tudsz csinálni, hogyha mindent kiszedsz az autóból. Hála Istennek, ez az ügyfél mindent megengedett, úgyhogy most kiporszívózzuk az autót, aztán kap egy nagy habos szőnyegtisztítást. Miután az ajzatszőnyeget kiporszívóztuk, jöhet a műszerfal, a fele a középkonzolnak, jöhetnek az ajtókárpitok, ezeket megtakarítjuk. Ha ezzel megvagyunk, akkor kap maga a szőnyeg, az ajzatszőnyeg egy mély habos tisztítás, ezután jöhetnek az ülések, ezek visszakerülnek a középkonzollal együtt, megtakarítjuk az ablakokat, átellenőrizzük az autót, nem csak az ajtót, az autót, és akkor el is készültünk. Bárcsak ez ilyen gyorsan menne, ez még legalább egy 3,5-4 órás munka, úgyhogy vágjunk is bele.
Ameddig a műszerfal, a középkonzolnak a fele és az ajtókárpitok elkezdenek megszáradni, addig nekiugrunk az üléseknek, kapnak egy habos tisztítást, ezt kiszivatjuk utána a nedves porszívóval. Ezzel megvagyunk, a kiszerelt középkonzolunk jön, mert azt azután tudom szépen visszarakni az autóba, miután az ülések is a helyükön vannak. Ha ezzel megvagyunk, jöhet a négy szőnyeg, a négy gumiszőnyeg, a csomagtérburkolatok, ablaktisztítás, és akkor igazából el is készültünk az autóval. De ez nem olyan gyorsan megy, úgyhogy haladjunk tovább, mert sose leszünk kész. Egy kis tervmódosítás, az aljzatszőnyeggel kezdjük, aztán jönnek az ülések, a középkonzol, a szőnyegek és az ablakok, mert mi alatt csinálom az üléseket, az idő alatt tud száradni az aljzatszőnyeg az autóba, úgyhogy azzal kezdjük, nem az ülésekkel. We'll be right back.
Az ülések rendbetétele után már csak az ablakok maradtak hátra, ezeket gyönyörű szépen kívül belül megtakarítom, aztán elkészültünk az autóval. Elkészültünk az autóval, a végeredmény magáért beszél, mindjárt meg is mutatom nektek. Annyira szép lett, hogy legszívesebben vissza is adnám a tulajának, vagy megvenném én, de sajnos nincs hova rakjam. Úgyhogy vissza kell adni, remélhetőleg a tulajdonos meggondolja magát és nem akarja eladni. Na az lenne az igazán nagy élmény, de hát ki tudja mit hoz a jövő. A lámpát felpolíroztuk, az autó kapott egy fényesítő polírozás, plusz egy komplett nagy belső takarítás, üléskiszerelés, beszerelés, kárpittisztítás, alsó-felső, külső-belső, minden. Az autó úgy néz ki, mint a mosett volna a szalagról, de ezt mindjárt meg is mutatom nektek. Hamarosan jövök a következő videóval, remélem, hogy ez a rész is tetszett. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt van, aki nézi a videóimat, aki támogat. Köszönöm szépen annak, aki csak megnézi a videómban lévő reklámokat, mert az is egy hatalmas nagy segítség. Úgyhogy én itt elköszönök, aztán nézzétek, hogy milyen lett a paripa. Kívánok nektek gyönyörű szép reggelt, délelőttől délutánt, hét elejét, hétvégét. Attól függ, hogy ki, mikor nézi a videót. Sziasztok!